Szada nagyközség önkormányzata május 28-án tartotta a Dózsa György út és a Mondi Kft. Között megépített Vasút utcai járdaszakasz hivatalos átadóját. Az eseményen Vécsei László országgyűlési képviselő is részt vett. Ez a mai járdaavató egy újabb jó példája annak, hogy az önkormányzati működés, az önkormányzati élete az nem szakaszolható mondjuk a képviselőtestületek ciklusa szerint. És arra is jó példa ez a mai avató egyébként, hogy nem feltétlenül mindig a nagy dolgokra kell koncentrálni, hiszen itt végső soron egy viszonylag kicsi járdaszakaszról van szó, de ha tudjuk az előtörténetet és tudjuk ennek a járdának a funkcióját, akkor elmondhatjuk, hogy ez mégiscsak egy nagyon fontos beruházás. Beszédet mondott Szada nagyközség polgármestere Oroszi Sándor. Ez a járda, ez rendkívül fontos volt a Mondi dolgozóinak életépsége miatt, tehát nagyon-nagyon váratott ez magára. A Mondi az elmúlt időszakban az egyik legjobb adófizetőnk, és az a kölcsönösségi elv, ami az önkormányzat részéről elhangzott, azt fogalmazta meg, hogy valamennyit arra a környezetre is fordítsunk, ahol az adófizető cég van. Hát ennek az ígéretnek tettünk eleget. Én bízok benne, hogy a Mondi nagy megelégedésére, és főleg a dolgozók, akik itt közlekednek, annak a megelégedésére. Nagy Kaszap László, a Mondi Kft. Szadai telephelyének ügyvezetője, fontosnak tartja, hogy a járókelők, köztük a vállalat munkatársai is biztonságosan közlekedhessenek. Nyilván mindenki látja, nem tudunk beszélgetni se igazán, olyan forgalom van ezen az utcán, és egyre több kollega jár meg tömegközlekedéssel, ami amúgy a utcában lévő két új buszmegállónknak is köszönhető. Egyszerűen elengedhetetlen volt, hogy ez elkészüljön. Tehát ezúton is szeretném megköszönni. A kivitelezéssel kapcsolatban nyilván ez egy közterület, tehát ez nem is egy mondis beruházás volt. Amennyit én meg tudok állapítani ebből, illetve ahogy láttuk a munkának a kivitelezésével kapcsolatos ütemezéseket meg a sebességet. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jól előkészített és végrehajtott munka volt. Tehát én azt gondolom, hogy amikor a zöld lámpát megkapta az önkormányzat, onnantól kezdve ez egy hatékony projekt volt. Az avatóbeszédeket követően Oroszi Sándor és Nagy Kaszap László ünnepélyesen megnyitották a járdaszakaszt, amely a járókelők számára biztonságos közlekedést nyújt majd a Vasút utcában. A több mint 700 méteres járdaszakasz kevesebb mint 30 nap alatt készült el. Milyen műszaki tartalma van a most megépült járdaszakasznak? A járdaszakasz mérete pontosan 725 méter hosszú és 2 méter szélességbe készült, kiemelt szegéllyel, aszfalt burkolattal, és megfelelő kőszórásos alappal készült a járda. Az úgynevezett híd, amin átvezet a mélyárkon keresztül, a felett 60 méter korlát készült, csőkorlát, ahogy látszik, az oldalába pedig 25 méter hosszban és 4 méter magasban gabion támfal készült a híd, úgynevezett hídnak a kiszélesítése, ami tulajdonképpen egy 3 méter széles átteresz. A kivitelező nagyon jól előkészítette, már a felvonulás előtt is a terepet, sőt a szükséges szakhatósági engedélyeket is beszerezte. Különösebb probléma nem volt. Menet közben hát olyan, hogy a villanyoszlopoknak esetleg az áthelyezése, telefonoszlopnak a kiváltása, ez megtörtént. A legszükebb helyen, a többi helyen maradt úgy, ahogy van, hát az pedig mindig a közműkezelőnek a dolga, hogy azzal foglalkozzon. Elsődleges dolog az, hogy az itt dolgozó szadaiak, és nem csak szadaiak, hanem akik egyáltalán ebből a környékből ide járnak dolgozni, ezeknek a testi épségét megvédjük. Szadának ez egy elkerülő útvonala. Egy olyan közlekedési útvonal, amelyik Szadának az alsó részét összeköti Versetyázzal, ezért rendkívül forgalmas. Most a dolgozók az autók között, autók mellett centikre voltak kénytelenek közlekedni. Tehát hajmeresztő volt látni azt, hogy ilyen tömegű ember állandóan az autók mellett és az autók között járjon. A műszakváltásonként itt körülbelül 100 ember, és akkor még hozzá kell tenni a környékbeli lakosok mozgását, meg a kerékpárosokat, tehát
azt lehet mondani, hogy szinte 3 másodpercenként egy autó közlekedik itt el mellettünk. A járdának az elkészítése, ez az önkormányzati költségvetés terhére történt, ezt beterveztük. Itt nem csak ez a járda készült el, hanem a úgynevezett Dózsa György út főúti dobozó szakaszán, szadaiak úgy ismerik, hogy dobogó, tehát a Gödöllő felé vezető útszakaszon is építettünk egy járdaszakaszt, ahol hasonló helyzet alakult ki. A margitai, a Gödöllői Dombhátság úgynevezett margitai lakóterületén élők, ahogy Gödöllő felől vagy Versenyház felől megállt a busz, úgy szintén a gépkocsik mellett a árok szélén kellett, hogy közlekedjenek, életveszélyes volt. Pontosan annak a cégnek akartunk kedvezni, aki az egyik legjobb adófizetőnk, a Penta Kft. Kivitelezésébe durván egy hónap alatt elkészült, nagyon jó minőségben, személy szerint is nagyon sokszor itt voltam az építkezés ideje alatt megtekinteni, hogy haladnak a munkák, és műszaki ellenőrrel együtt karöltve néztük a munkálatokat. Valóban rendkívül korrekt munka folyt, és rövid idő alatt elkészült, amelyet most át tudtunk hivatalosan is adni. Van egy műszakilag is bonyolult, de nagyon szépen sikerült objektum, műtárgy, ami a kivitelezőnek a lelkiismeretes jó munkáját dicséri, egy gyönyörű híd, egy híd szélesítés, mert a gyalogosoknak az átbocsátása ezen a szűk keresztmetszeten csak így volt lehetséges. Tehát összefoglalva, egy relatíve műszaki tartalmát tekintve kicsi beruházás, ami jó szemléltette az önkormányzati munka folyamatosságát, és megadja a funkciójánál fogva megadja ennek a kicsi beruházásnak a fontosságát.